A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió 69 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Kobak csalogató logikai matematikai tehetségműhelye és a délutáni pattogó testi kinesztetikus mozgásos tehetségműhelye vett részt 14 gyermekkel, Posztosné Kovács Éva és Gyökeres Éva tehetséggondozó óvoda pedagógusok vezetésével. A 60 órás program célja: a két már jól működő tehetségműhely az előző években több alkalommal valósított meg közösen komplex tehetségműhely programokat. A program komplexitása biztosította a különösen tehetséges gyermekek teljes körű fejlesztését. A szülőknek szóló támogató program lehetővé tette, hogy a szülők megtapasztalják gyermekük érdeklődési körét és segítséget kaptak a jövőre vonatkozóan. Programunk azért új kezdeményezésű, mert a digitalizációval való ismerkedést biztosította a gyermekek számára. Hagyománya rendelkező, mert a két tehetségműhely az előző években is jól együttműködött. Ezek mellett különös gondot fordítottunk a magyar értékek megismertetésére, a népi hagyományok ápolására. A tevékenységek közben hangsúlyos a helyes beszédkultúra, szókincsbővítés. A pályázat tartalmazta a próbálgatás és vizsgálódás lehetőségét, biztosítva ezzel azt, hogy a gyermek a későbbi tanulmányai során alkalmazni tudja az ismeretszerzés folyamatában. A műhely munka során olyan élménynyújtó tevékenységeket biztosítottunk, amelyek az intellektuális érzelmek, kíváncsiság, alkotási, felfedező vágy, öröm, sikerélmény gazdagítását szolgálták. Logikai játékok megismertetésével, alkalmazásával és konkrét tapasztalatok szerzésével a problémák felismerését, megfogalmazását, eredeti ötletek alapján történő megoldását, következtetések levonását tanulták és gyakorolták a gyermekek. Tevékenység közben a gyermekek átélték a felfedezés örömét, a kreativitás kibontakoztatására lehetőséget biztosítottak. Az anyanyelv fejlesztése, néphagyományok ápolása is hangsúlyt kapott. Becslés, számfogalom, sorszámnevek gyakorlása változatos eszközhasználattal, újszerű körülmények között valósult meg. A tablet és robotika használata jelent meg a tevékenységekben. A matematikai, logikai tevékenységek során a differenciálás módszerének alkalmazása a gyermekek egyéni képességeihez igazodott. Inter- és intrapresszionális kapcsolatok fejlesztése is hangsúlyt kapott a műhely munkában. Egy-egy projekt végén olyan mozgásos tevékenységeket kínáltunk a gyermekeknek, melyek a nagy mozgás motoros képességek fejlesztésével mélyítette el a tanulási folyamatban megszerzett elméleti tudást. A tevékenységek során a gyermekek a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat változatos körülmények között alkalmazták, kiemelkedő adottságaik elmélyültek és magasabb szintre jutottak. Élményszerző és lazító programok. A kecskeméti planetáriumban tett kirándulás varázslatos látvány nyújtott a gyermekek számára. A planetárium tetejére vetített égbolt lenyűgözte őket. Ez az élmény legtöbb gyermeknek újszerű volt. A kirándulás alatt erősödött az összetartozás érzése, az élmény kihat a gyermekek későbbi iskolai kapcsolatainak kialakítására is. Kirándultunk a Kun emlékhelyhez. Karcag határában a kis hegyesbori halmon 9 kőképből álló monumentális szobor kompozícióját tekintettük meg. A különböző irányba tekintő kőszobrok Györfi Sándor Kossuth-díja szobrászművész alkotása. A gyermekek számára fontos a magyarság tudat kialakítása. A szoborcsoport megtekintése közben beszélgetés keretében a magyar nép történetéből meséltünk.